Én is hadd köszöntsek mindenkit szeretettel a délutáni, ebéd utáni szekcióban az első előadóként. Folytatni fogom kolléganőmnek, Rangini Matajinak a témáját, abból a tekintetben, hogy az általam bemutatott mű, a Mahábhárata, szintén nagyon izgalmas történetekről fog szólni, amit próbálok önöknek felvillantani ez alatt a rövid idő alatt. Lesz szó ebben az esetben is trónfosztásról, száműzetésről, harcról, úgyhogy remélem, hogy ezeken a történeteken keresztül majd látni fogják a Mahábháratának a nagyszerűségét. A Mahábhárata a világ egyik legrégebbi elbeszélő története a Rámajána mellett. Ez a mű is kezdetben szájhagyomány után terjedt. Az idő előre haladtával azonban a vaskorban, ugye a nézeteltérések mai korszakában az embereknek a memóriája az nagyon megromlott, ezért körülbelül 5000 évvel ezelőtt az Istenség legfelsőbb személyiségének az irodalmi inkarnációja, Srila Vyasadeva leírta a Mahábhárata történetét szanszkrit nyelven. A mű fennmaradt legrégebbi kéziratai a 15-16. Századból maradtak ránk. Innen származnak, nyomtatásban először az 1830-as évek végén adták ki Kalkuttában. A mű az nem csak az egyik legrégebbi elbeszélő költemény, de terjedelme is igen tekintélyes. 100 000 slókából, azaz két soros versszakból áll, versből áll, csak hogy érzékeljük a monumentalitását a műnek. A Mahábhárata az 7-szer olyan hosszú, mint a homéroszi eposzok, az Iliász és az Odüsszeia együttvéve. A Mahábhárata jelentősége az óriási, a mai napig folyamatos hatást gyakorol, nem csak az indiai kultúrára, de az emberek mindennapjaira is. A mű eredeti címe Mahábhárata Yudham, amelyet Bharata leszármazottainak nagy küzdelmének, vagy Bharata nagy nemzetsége harcának is fordíthatnánk. A 20. század közepén egy indológus szanszkrit nyelvtudós vezetésével, Suktankar tudós vezetésével megpróbálták összegyűjteni a fellelhető szövegváltozatait a Mahábháratának, és meghatározni azokat a szövegrészeket, amelyek minden változatban megtalálhatóak, amelyek a feltételezések szerint ősi, hiteles szövegrészei, szövegei lehetnek a Mahábháratának. Ezt megelőzően azonban a 19. század végén Kishori Mohan Gangul, indiai fordító volt az, aki a Mahábháratát angol nyelvre a 19. század végén lefordította, és ez az a Mahábháratának az a verziója, amelyet Krishna Dharma, őről már korábban volt szó, egy angol gyakorló Vaisnava szerzetes Krishna hívő alapjául vett a saját prózai szövegének, a Mahábhárata prózai szövegének a megalkotásához. A főiskolánkon a hallgatók
Krisna Dharma szövegének a hosszabb változatát tanulmányozzák, olvassák, mivel ennek a szövegváltozatnak a történetei, a példázatai azok, amelyeken keresztül a tanítások valóban a maguk teljességében tudnak megnyilvánulni. Műfaját tekintve a Mahábhárata a Rámajánához hasonlóan a puránák, azaz a történeti leírásoknak a része, ezen belül pedig az itihászák irodalmi műfajába sorolható. A puránákat az ötödik védaként tartják számon, a Gaudiya Vaishnava hagyományban is. Ezek a puránák, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy történelmi tényeket és valós személyekről szóló hiteles történeteket tartalmaznak. Az itihászák pedig egy kiemelkedő személy, egy nagy hős, vagy egy királyi dinasztia történeteit mesélik el. Ahogyan azt a délelőtti előadássorozat több prezentációjában is hallhattuk, ugye a Bhagavad Gita az a Mahábháratának a része, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a Mahábhárata tanításait a Bhagavad Gita-n keresztül értsük meg. Ugye a Bhagavad Gita az Istenség legfelsőbb személyiségének és örök társának, barátjának, hívének, Arjunának a filozófiai párbeszéde. Akkor tárulnak fel a történetek valódi jelentései, hogyha a Mahábháratát a Bhagavad Gita filozófiai tanításain keresztül értjük meg. Ellenkező esetben csupán egy szép történet lesz az, amit olvasunk, igazából semmi több. A Mahábhárata, mint az ötödik véda, ugye tulajdonképpen a védák eszenciájának is tartható, ami azonban nem elsősorban a transzcendentális szinten lévő embereknek szól, mint ahogyan a Srimad Bhagavatam vagy a védák egyes részei, hanem minket, a mai kor emberét szólítják meg. Tulajdonképpen életvezetéseket tanít, olyan tudást tartalmaz a Mahábhárata, amelynek a megvalósításával, az alkalmazásával a mai kor embere is boldoggá, kiegyensúlyozottá, tökéletessé teheti az életét. Ugye a Mahábhárata ugyanazt a tudást adja át nekünk, mint a védák, vagy mint a Srimad Bhagavatam is, de mindezt úgy teszi, hogy a kiemelkedő személyiségek, a nagy hősök, a királyi dinasztiák történetein keresztül tanítanak bennünket. Ez teszi lehetővé azt, hogy könnyebben befogadjuk mi magunk is ezeket a mély bölcsességeket. Tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy a Mahábhárata az nem más, mint az emberi kapcsolatoknak egy használati útmutatója. Ezért úgy is tartják, hogy nem létezik olyan probléma a világban, amelyet ne lehetne megoldani a Mahábhárata tanításai alapján. A Mahábhárata tehát segít bennünket abban, hogy az egyes történetek szereplőinek a sorsán keresztül lássuk azt, hogy a jelenben meghozott döntéseink, a jelenben elkövetett tetteink, azok a későbbiek során, a jövőben milyen eredményeket fognak majd megszülni. De hát miről is szól tulajdonképpen a Mahábhárata? Ahhoz, hogy a mű mondani valóját megértsük, ezért érdemes röviden megismerkednünk a mű alapkonfliktusával. A Kuru dinasztia sarjai, ugye Dhritarashtra
és Pándu, ők fivérek voltak, mivel azonban az idősebb testvér, Dhritarashtra, ő vakon született, ezért nem foglalhatta el a trónt. Azt az idősebb öcsére, ugye a Pándura szállt. Pándu azonban egy átok miatt nagyon fiatalon meghalt, így a trón mégis ideiglenesen, gondolhatnánk ideiglenesen, de visszaszállt az idősebb fivérre, testvérre, a vak Dhritarashtrára. Dhritarashtra fiai, a Kauravák, illetve Pándu fiai, a Pándavák együtt nőttek fel a királyi palotában. Dhritarashtra 100 fia azonban, és főként a legidősebb Duryodhan, hogy nagyon irigyek voltak a Pándavákra, nagyon gyűlölték őket, mivel nemesebb jellemmel rendelkeztek a Pándavák, mint ők, és ezért minden alkalmat igyekeztek megragadni arra, hogy az 5 Pándavát elpusztítsák. Ennek során egyszer az egyik herceget próbálták megmérgezni. Egy másik alkalommal a házat, a palotát próbálták rágyújtani a Pándavákra. Egy következő alkalommal pedig csalással, hamis játékkal csalták ki, vették el a Pándavák földjét és vagyonát. És ha mindez még nem lett volna elég, a Pándavák feleségét, Draupadit több ember előtt szégyenítették meg azzal, hogy nyilvánosan próbálták meg levetkőztetni. Ugye a Pándavák az istenség legfelsőbb személyiségének, ugye Krisnának a gondviseléséből adódóan, ugye segítségé által, aki a Pándavák rokona és barátja is volt, a Pándavák megmenekültek ezektől a tettektől, de ugye a Pándaváknak vissza kellett volna kapniuk jogos jussukat, a trónt. Dhritarashtra, a vak király azonban annyira ragaszkodott a 100 fiához, hogy úgy tűnt, hogy a Pándavák nem kapják vissza a trónt, és ezáltal nem tudják beteljesíteni uralkodói kötelességüket, a darmát. Ugye ez nem csak egy herceg, egy király, egy uralkodó életében jelenthet problémát, akadályt, hanem a mi életünkben is, hogyha nem tudjuk beteljesíteni a kötelességünket, nem tudjuk ellátni a feladatainkat, akkor az bizony nagyon sok problémát okozhat. Úgy tűnt tehát, hogy miután Dhritarashtra nem tudja átadni a trónt, a Pándavák hiába béketűrőek, hiába alázatosak, a testvérháború elkerülhetetlen lesz. Ahogyan arról már korábban is ugye szó esett, a Mahábhárata tanításai az élet minden területére kiterjednek. Ezek közül az egyik legfontosabb tanítás, amely időről időre visszatér a műben, az a karma törvényének és a szabad akarat kapcsolatának a bemutatása. Ugye Dhritarashtra, a vak király, a mű egyik kulcs szereplője, kulcsfigurája, a döntései alapvető hatással vannak az események folyására. Ugye a vak királyt többen is próbálják a szentírásokra hivatkozva jobb belátásra bírni, hogy adja ki a Pándaváknak a jogos jussukat.
aki próbálja meggyőzni Dita Rástát, például a féltestvére és tanácsadója, minisztere, Vidura, vagy a nagybátyja, Bhishma, a Kuruk harci tanítója, Dróna, de minden igyekezetük ellenére nincsenek hatással a vakkirályra. Dita Rástra magának a karma törvényének is, törvényét is félreértelmezi. Ő ugyanis úgy gondolja, hogy a sorsunk az eleve elrendeltetett, igazából nem tehetünk semmit, ami történik velünk, abba nincsen, nem áll módunkban beleszólni, nincs rá hatásunk. Vidura azonban próbálja tanítani a királyt, hogy ez nem így van, nem a tetteink, a sorsunk az eleve elrendeltetett, hiszen rendelkezünk szabad akarattal, szabadon dönthetünk, szabadon választhatjuk meg, hogy hogyan cselekszünk. Az, ami mindenképpen elkerülhetetlen, az ezeknek a tetteinknek a visszahatásai. Ezek a visszahatások azok, amelyeket el kell tudnunk viselni. Hogy a karmának, tehát a tetteknek és azok visszahatásainak a törvénye hogyan jelenik meg Dita Rástra életében, azt hadd szemléltessem az életéből származó egy példával. A kurukszétrai csata után Dita Rástra megkérdezi az Úr Krisnát, hogy miért pusztultak el a csatában a fiai, miért kellett neki végignéznie, ahogy a 100 fia sorra esik el a csatamezőn. Az Úr Krisna erre elmesélt egy történetet. Dita Rástra sok-sok élettel korábban, egyes írások szerint 50 élettel korábban egy vadász volt, aki egy szép napon, ahogyan azt mindig is tette, az erdőbe ment, ahol megpillantott egy nagyon különleges madarat. Egyes írások szerint ez egy fehér veréb volt, és ő ezt a különleges madarat el akarta kapni, el akarta fogni. Amint azonban a madár meglátta a vadászt, azonnal elröppent a fészkéről, mire a vadász olyan mérges lett, hogy tűzzel és nyilakkal pusztította el a madár fészkét, amelyben ott rejtőzött 100 darab tojás. A madárnak, a hím madárnak végig kellett néznie, ahogyan elpusztulnak a tojásai, ahogyan elpusztulnak a fiai, és ez az a tett, aminek a visszahatását Dita Rástrának ugyanígy el kellett szenvednie, ugye a karma törvénye alapján. Dita Rástra megkérdezte Krisnát, hogy miért csak 50 élettel később a jelenlegi életében kell szenvednie ennek a tettének a visszahatásától, miért nem rögtön történt meg ugye ez a visszahatás, amire az Úr Krisna azt mondta, hogy azért, mert 50 életet kellett élnie ahhoz, hogy összegyűjjön úgymond annyi jó cselekedete, jó eredménye ebből az 50 életből, hogy neki 100 fia születhessen, és hogy ez az élet teremtett lehetőséget arra is, hogy az akkori bűnös tettének a visszahatását, a gyümölcsét most leszüretelje. Tehát ebből is láthatjuk, ebből a történetből, hogy létezik, van szabad akarat, de nem mindegy, hogy azt hogyan használjuk,
hiszen minden tettünknek, minden döntésünknek meg lesz a következménye, amit bizony el kell tudnunk viselni. Réges-régen, amikor már óriási teherként nehezedett a világra az a nagymértékű, nagy mennyiségű haderő, amit a Föld, a világ királyai, a saját birodalmaik, országaik védelmében felhalmoztak. Bhumi Devi, a Föld személyisége, egy tehén testét öltötte magára, és elment Brahmához, az univerzum teremtőjéhez, Brahmá félistenhez, hogy elmondja neki, hogy milyen nehéz helyzetbe került azoknak a királyoknak köszönhetően, akik uralkodói szerepben tetszelegnek, de valójában nem mások, mint közönséges démonok. Az Úr Brahmát nagyon megérintette Bhumi anya könyörgése, imája, és ezért mély imába kezdett, próbálta az imán keresztül ugye megszólítani az Istenség legfelsőbb személyiségét. Látszólag nem érkezett válasz az imáira, ezért mély meditációba merült, és ennek során azt az üzenetet kapta, hogy a legfelsőbb Úr hamarosan megjelenik, hogy beteljesítse a küldetését. Így tehát az Úr Krisna az örök társaival, illetve félistenekkel együtt megjelent a Földön, meghallgatta Bhumi Devi könyörgéseit, imáit, Brahmá kérését, és elhatározta, hogy ugye amellett, hogy kedvében jár a híveinek, a baktáinak, el fogja pusztítani a vallástalanságot, el fogja pusztítani a démonokat a Föld színéről. De az Úr Krisna nem csak ezt tette, amikor itt volt, hanem átadta azt a tudást is, amelynek segítségével elérhetjük őt, elérhetjük az Isten iránti szeretetet úgy, hogy kilépünk a tetteink visszahatásai okozta körforgásból, az újjászületésből, a testből, testbevándorlásból, tehát hogy ezeket a tanításokat, amelyeken keresztül elérhetjük őt, ő ezt is átadta nekünk. Az Úr Krisna tehát véget akar vetni a vallástalanságnak. Ezt a tervét a kuruksétrai csata előtt Arjunával is megosztotta. Az Úr Krisna már látta a királyoknak, az uralkodóknak a tetteit, látta, hogy ezeknek a tetteknek milyen következményei lesznek, és éppen ezért úgy döntött, hogy ennek véget vet, hogy ezekért a bűnös tettekért a visszahatásokat, ezek a harcosok, az uralkodók, vezetők, királyok ebben az életükben fogják megkapni. Éppen ezért az Úr Krisna azt mondta Arjunának, hogy rajtuk a pándavákon kívül és néhány harcoson kívül mindenkit el fog pusztítani. Tehát maga Arjuna is ennek az isteni tervnek csupán egy eszköze. A Mahábhárata ugye a kauravák és a pándavák példáján keresztül mutatja be, hogy milyen értékrenddel, milyen elvekkel, döntésekkel, tettekkel, milyen eredményeket kaphatunk. A Mahábhárata legfőbb üzenete éppen azért az, hogy az a tudás, amely szerint
hogy az értékrendünk az meg fogja határozni, hogy milyen elveket vallunk. Az elveink meg fogják határozni, hogy milyen döntéseket hozunk. A döntéseink maguk után fogják vonni, hogy milyen tetteket hajtunk végre. A tetteink viszont meg fogják határozni a sorsunkat, a sorsunk pedig ki fogja jelölni azt a célt, amely felé megyünk. Az olyan transzcendentális művek, mint amilyen ugye a Mahábhárata is, képesek megváltoztatni a szívünket, képesek kiemelni bennünket a tudatlanság óceánjából, és ugye olyan lehetőséget kapunk ezen szentírások által, amellyel képesek vagyunk megváltoztatni a tudatunkat, képesek vagyunk megváltoztatni a tetteinket, a sorsunkat, és azt a célt is, amely felé törekszünk, legyen ez a cél akár anyagi, akár lelki. Én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.